Sziasztok! Én Ildi vagyok, és köszöntelek benneteket újra a YouTube csatornámon. Most egy haul videóval készültem nektek, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem. Első körben rögtön leszögezném, hogy ha megint látjátok, hogy változott itt a háttér, az azért van, mert most onnan eltűnt a lámpa, mert azzal világítok itt, hogy legyen valami fény is ebben a videóban. És gyorsan odaraktam a helyére egy virágot, hogy valami azért legyen ott mögöttem, a fal még úgyis üres, mert oda majd még ugye valamilyen dekorációt szeretnék, de most nem is erről van szó, úgyhogy kezdjük is akkor a videót. Ezúttal a H&M Home-ban vásároltam, a Sinsay-ben és a Tesco-ban. Kezdem a Tesco-ban, mert ott csak egyetlen egy darabot vettem, de képzeljétek el, hogy ha néztétek a korábbi videókat, akkor emlékeztek rá, hogy mondtam, hogy szeretném megtalálni a tökéletes tavaszi párnát a kanapénkra. És most bementünk a Tesco-ba, már nem tudom, hogy miért kellett bemennünk. Ja, tudom, mert valami iratpapucsot akartam venni, de hát nem kaptam, mindegy. És egyszer csak megakadt a szemem ezen a párnán. Ó, csodálatos! Ez a tökéletes párna a kanapénkra. Az volt a lényeg, hogy mindenhol vadásztam ezeket az ilyen leveles párnákat, és valahogy mindegyikkel az volt a bajom, hogy nem volt olyan zöldes, hanem inkább talán ilyen kékesebb volt rajta ez a levél. Vagy türkiszesebb, de nálunk azért ugye inkább ez a melegebb zöld szín az, ami megy. Nem tudom, hogy a videóban hogy fog majd látszódni, de nagyon szép ilyen természetes zöld. Úgyhogy ez azonnal bekerült a kosárba, és mondtam, hogy most nem érdekel, hogy ez megint, hát azt hiszem, hogy 2990 forint volt, de úgy voltam vele, hogy ha ezt most nem veszem meg, akkor nagyon meg fogom bánni. Most már a kanapénkat díszíti. Egyszerű kis cipzáros, egyébként ilyen tök jó kis puha párna van benne. Nagyon jó anyaga van, tök jó vastag. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó választás lesz ide nekünk. És hát tavaszra tökéletes. Nagyon beleszerettem. Úgyhogy aki szereti az ilyesmi párnákat, az menjen be a Tesco-ba, és ott remélhetőleg megtalál. A második, amit megmutatok, az a H&M Home-os vásárlás. Mert mondhattam volna az elején a videónak, most jön egy traktor éppen. Mondhattam volna a videó elején, hogy ez egy aranyos videó lesz, ugyanis a konyhában vásároltam még ilyen aranyszínű kiegészítőket, illetve az étkészletet tulajdonképpen. És amíg egyáltalán nem volt eddig, amióta, hát szerintem amióta együtt vagyunk Gáborral, nem volt desszertes villánk, mert nem tartottuk lényegesnek, mindig jó volt a rendes villa. De a múltkor az egyik gyerek megkérdezte, hogy nekünk nincsen olyan desszertes villánk, ami ilyen kisebb. És akkor így elgondolkodtam rajta, hogy tényleg nincs is desszertes villánk, és gondoltam, hogyha majd úgyis új étkészletet szeretnék, akkor miért ne lehetne már ezt is most megvenni hozzá. És hát így kerültek a képbe ezek a kis villák. Nézzétek meg, milyen kis cukik. És tök jó, hogy ilyen, hát ilyen vicces nyelük van, ilyen henger alakú, vagy nem is tudom, nagyon-nagyon jól néz ki. Ezeket már használtuk, mert sütöttem egy tortát azért, hogy tudjunk desszertes villába lenni. És ez úgy volt csomagban, hogy 3 darab volt benne, ezért ebből 2 szettet rendeltem, és ez, hát jött le valami kedvezményem is, mivel ugye klubtag vagyok, ezért ez a 6 darab villa volt 2480 forint. És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mennyit fognak bírni, hogy ez az aranyozott réteg le fog-e jönni róla. Eddig egyetlen egy autó sem ment. Most, hogy elkezdtem videózni, mennek a kamionok, a traktorok úgy, hogy vasárnap reggel 8 óra van. Igen, ott tartottam, hogy ez a 6 darab volt 2480, és kíváncsi leszek rá, hogy mennyire fogják bírni. És akkor
ez a másik kis kedvencem most, ezeket még nem használtuk, de hát totál odáig vagyok értük. Most nézzétek meg, hogy ilyen kis cuki kerek formájuk van, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ennek is ilyen hengeres nyele van, és ebből is 6 darabot rendeltem, ugyanúgy 2480 volt, mert ebből is lejött valamennyi kedvezmény. Nagyon-nagyon tetszenek ezek a kis kanalak. Most még lattésat szeretnék majd beszerezni, de azt nem láttam ilyet a H&M-ban, úgyhogy ezt majd még vadásznom kell valahonnan. De tetszene, hogyha a lattésnak is egyébként ilyen formája lenne, mert tök jó ez a kis kör alakú. És akkor ehhez majd lesz valami szép étkészlet, vagy zöld, vagy sárga, vagy valamilyen barnás szín, tehát valamilyen földszín. És akkor majd fogok tudni szép kis fotókat is csinálni az ételeimről, mert az eddig nem ment, mivel hogy nincsenek szép tányérjaink. Szóval ez lenne akkor ez a kis, hát ilyen mokkás kanálkészlet. És akkor ilyen dobozba jöttek a nagy evőeszközök, és akkor az meg úgy néz ki, hogy ugye egy kanál, egy villa, meg egy kés nyilván, egy ilyen kenőkésszerűség, és ezek pedig, ebből 4 szettet rendeltem, mert ugye 4-en vagyunk, illetve le akartam tesztelni azt, hogy egyáltalán milyenek, és akkor, hogyha beválik, akkor még plusz 2 szettet fogok belőle rendelni. De eddig működött, jó, nem sokat használtuk még. Ami nagyon-nagyon fura benne, az, hogy tök nehezek. Tehát főleg a kanál, meg a villa szerintem olyan érdekes, hogy sokkal nehezebb, mint amit eddig használtunk, de hát ezt nyilván meg lehet szokni, meg ez is egy kicsit nekem itt ilyen vastagabb a kialakítása, de tetszik, hogy nem az a böhöm nagy kanál. Nagyon kis, egyszerű, elegáns, finom, szóval nagyon-nagyon tetszenek most ezek a kis aranykiegészítők, és ezért pedig, mivel erre is volt kedvezményem, 12.570 forintot fizettem a 4 szetre. Szerintem hamarosan megrendelem majd hozzá még a plusz 2-t is, hogy nehogy úgy járjak, hogy nem lesz már. Mert azért 6 jó, hogyha van belőle. Na, és akkor ez volt a H&M-om. Most áttérünk a színszére, és azzal kezdem, amit már láttatok egy videóban, az aranyszínű szívószál, csak azért kezdem ezzel, mert a H&M Home-ot ott fejeztem be, hogy aranyszínű étkészlet, csak hogy passzoljon. Erről most nem is kívánok nagyon szót ejteni. Aki nem látta az előző videót, annak mondom, hogy 1195 forint a színszében ez az aranyszínű 6 darabos szívószál készlet, és van hozzá egy kis cucca is. Én ezeket nagyon szeretem, úgyhogy reméljük, hogy aranyszínben is tartós lesz. Aztán amit a színszéből rendeltem még, az egy ilyen aranyszínű, mondtam, hogy aranyos videó lesz, egy aranyszínű kaspó, amiben virágot is lehet tenni, vagy akár valamilyen kis irodai eszközt, mert még nem dőlt el, hogy ezt is a nappaliba szeretném rakni, vagy pedig az irodámba, mert folyamatosan csinálom az irodámat is, majd arról is lesz külön videó, és akkor látni fogjátok, hogy mi hova került. De ezen még gondolkodom. Nagyon-nagyon megtetszett ennek a formája is, meg hogy aranyszínű, és ez 1495 forint volt a színszében. Ez is egy ilyen fém, és egy ilyen lelógós virággal próbáltam ki egy ilyen műfutó növényemmel, abban tök jól nézett ki. Úgyis, hogy az tök jól nézett ki ebben. A következő dolog, amit a színszéből rendeltem, az egy ilyen lámpa. És ez egy olyan lámpa, amiben nem az a hagyományos égő van, hanem egy ilyen LED sor van benne, és elemmel működik. Itt lehet ugye beletenni az elemet. Ez is inkább egy ilyen kis dekorációs elem, mert azért ugye olyan nagy fényt nem ad, viszont egy nagyon kellemes hangulatvilágítást kapunk, hogyha bekapcsoljuk. És ez összesen 2195 forint volt, és ez nagyon-nagyon tetszik, mert na igen, ennek sem
tisztázott még a helye, mert ez is vagy az irodámba megy, bár ott valószínűleg, oda valószínűleg szeretnék majd egy másik lámpát, ami azért nagyobb fényt ad, mint ez, mert azért oda nem hangulatvilágítás kell, hiszen ha este dolgozom, akkor jó, hogyha van rendes fény. Szóval elképzelhető, hogy ez kikerül majd a nappaliba, vagy a polcra, vagy pedig a kanapé előtti kis asztalkát fogja majd díszíteni. De nagyon-nagyon tetszik, ez is egy ilyen kis egyszerű, és egyébként nagyon jó passzol a sárga kanapéval, mert már kipróbáltam oda is. De ide is jó lenne az irodámba. Mivel ugye az irodám felújításáról beszéltünk, vagy kialakításáról, ezért rendeltem, ezért megmutatom, hogy még rendeltem egy ilyen kis, minek mondják ezt, fényképtartó, vagy post-it tartó, üzenőfal, több mindennek mondják, és ezen van három ilyen kis csipesz. Nyilván lehet még bővíteni a csipeszeket, meg lehet rá más csipeszt is tenni. Ezt is most aranyszínűbe rendeltem, mert az irodámat azt most egy kicsit ilyen vidámabbnak, csajosabbnak képzelem el, és nagyon-nagyon jól összepasszol azokkal a kiegészítőkkel, amik most vannak, meg ahogy kinéz most ez az egész. Még ezek is jól néznek ki rajta, ez egyébként, ez a fáradt rózsaszín, ez most nagyon bejön nekem, és tök jól passzol az aranyhoz. De hogyha az ember megunja az aranyat, akkor csak fogja és ezt lefújja olyan színűre, amilyenre akarja. Ugyanez elmondható akár a lámpáról is, vagy a kis virágkaspóról is. Igazából ezek tényleg olyan dolgok, amiket így bármikor lehet változtatni, és ez is potom összeg volt, mert 1495 forintba került. És akkor itt meg lehet fogatni, fel lehet fúrni a falra. Majd meglátom, hogy mit teszek rá, mert vannak olyan képeink, amiket szívesen kiraknék, de ilyen motivációs idézeteket is elbírnék viselni az asztalom környékén, úgyhogy majd meglátom, hogy mi fog kikerülni. És akkor ehhez vettem egy ilyen LED sort, de ezt lehet, hogy nem oda fogom rakni, mert ez már lehet, hogy túl sok lenne. Ez egy ilyen zöld növényes, még ki se bontottam. Szintén 1495 volt. És akkor van hozzá egy ilyen elemtartó. Hú, de büdi. Na hát ez jól be van csomagolva. Na jó, ezt most nem fogom kibontani. Vagy... Na mindegy, majd megmutatom. Megmutatom majd élőben, hogy néz ki, amikor már tényleg felkerül a tényleges helyére. Tényleg a tényleges helyére. De... Jézus Máriám! Tudjátok, mivel van ráfogatva ez a LED sor? Ilyen bilincsel, amit Gábor használ a szereléshez. És így le van róla vágva, és tök éles. Gyerek kezébe ne adjátok. Hát, elég műnek tűnik, de majd kiderül, hogyha felrakom a... Tehát eredetileg úgy gondoltam, hogy majd ezt így körbe rakom vele, és akkor így körbefutja, aztán akkor este akár ezzel is lehet világítani. De lehet, hogy túl sok lesz így, vagy lehet, hogy tényleg annyira mű, hogy nem is fog tetszeni, ha majd felrakom. De az is lehet, hogy majd a polcnak így a belsejére rakom, és akkor annyira nem feltűnő, de mégis világít. Egyébként tetszik nagyon, csak mondom, egy kicsit mű, de hát milyen legyen egy művirág. És akkor elérkeztünk az utolsó darabhoz, ami pedig egy terítő. Ez egy 140x180-as terítő. Most is egyébként egy jó nagy terítő van az asztalunkon. Én egyébként nem szeretem a terítőket, de amikor a múltkor a Jyszkben jártunk, képzeljétek el, hogy Gábor annyira ragaszkodott hozzá, hogy vegyünk egy terítőt, mert ő annyira szereti, hogy attól ilyen otthonosnak érzi ugye az étkezőt, amit nyilván megértek. Csak én meg szeretem
a fa erezetet látni így az étkező asztalon, még akkor is, hogyha mű, és nekem az nagyon tetszik, ezért választott egy terítőt, amit már akkor tudtam, hogy nem fog passzolni, mert egy ilyen sötétkékes lilás, ami ugye nálam szóba se jöhet, de annyira szerette volna, annyira ragaszkodott hozzá, hogy nem akartam ellenkezni, és gondoltam, hogy kompromisszumot kötök, és legfeljebb majd azt csináljuk, hogyha majd látok egy tényleg egy nagyon szép terítőt, ami az én elképzeléseimnek megfelel, vagy beleillik oda az étkező képbe, akkor majd azt is megvesszük, és akkor váltogatjuk őket. Szóval így került ez a szincélyes darab a bevásárló kosárba, és most nem tudom, hogy ezt mondtam, hogy 2195 forint volt. Hát az anyagával nem vagyok maradéktalanul elégedett, de talán nem fog gyűrődni legalább. Ez egy ilyen, nem is tudom, ilyen olajbogyózöld, vagy olívazöld, vagy hogy mondják ezt a színt. Lehet, hogy a videóban szürkének fogjátok látni, mert nem tudom, milyenek lesznek a fények, de ez egy nagyon szép zöld szín, és tök jó passzol az étkezővel, meg ugye nekünk fontos, hogy a nappaliban is passzoljon, mivel ugye egy térben van, egy picike térben van az egész, mind a kettő helyiség. Úgyhogy kíváncsi leszek erre, hogy milyen lesz, meg hogy fogja bírni, mert eléggé át is lehet látni rajta, szóval nagyon kis vékonyka anyag, de tényleg úgy nézem, hogy nem egy gyűrődős. Ezek lettek volna most az újdonságok nálam. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Iratkozzatok fel és kövessetek a TikTokon meg az Instagramon is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!